A szabadkai tudományos és művelődési életről, a kultúrmunkások helyzetéről, a felsőoktatási intézmények terveiről és nehézségeiről beszélgettek a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia képviselőivel a szabadkai felsőoktatási intézmények vezetői. Stevan Pilipovics, az akadémia újvidéki tagozatának elnöke kiemelte, az észak-bácskai városból kevés tagjuk van, ezen szeretnének változtatni. Mi smatramo, dakle, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, úgy gondolom, hogy a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia működése annak regionalizációs folyamatában szerteágazóbb kell, hogy legyen a kisebb közösségek felé, és nem csupán a nagyvárosokban, vagyis Belgrádban, Újvidéken és Nizsben kell aktívnak lennie. Jó magam, és úgy gondolom, hogy az újvidéki kollégáim is hasonlóan vélekednek. Kitűnő véleménnyel vagyunk Szabadkáról és az ő jelentőségéről, amely úgy gondolom pillanatnyilag nem eléggé mutatkozik meg. A találkozó Lepes Josip, a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző kar dékányának kezdeményezésére jött létre, aki elmondta, véleménye szerint a legfontosabb, hogy intézményeik lépést tudjanak tartani a változó világgal, és megfelelően tudjanak fejlődni. Ezzel kapcsolatban már konkrét terveik is vannak. A kapcsolódás tekintetében, tehát megálmodni az új képzési formákat, új szakokat, amelyekhez kérjük a támogatását az államnak, a Tudományos Akadémiának és az univerzitásnak, hiszen úgy érzem, hogy a korábban itt bejáradott szakok mára már nem biztos, hogy a jövő potenciáját képezik, és ez a beszélgetés többek közt erről is fog szólni. Az Újvidéki Egyetem 13 kara közül 4 található Szabadkán. A magyar tannyelvű tanítóképző, a közgazdasági, az építőmérnöki kar, a műszaki szakfőiskola és az óvó és sportképző főiskola képviselői, akik ismertették jelenlegi lehetőségeiket és terveiket. A jövőben az együttműködésnek köszönhetően több tudományos és művelődési rendezvényre is sor kerülhet.